Novemberben az egykori válogatott kosaras Mészáros Rihárd, aki most már trénerként tevékenykedik, és tanítványai megcsúfolták a sportágat azzal, hogy a házigazdák közel 30 pontos előnyénél feladták a küzdelmet. A vendégek az utolsó percekben már csak lézentek a Szuhai Sportcentrum parkettjén, ami komolytalanná tette a rangadónak indult tavalyi összecsapást. Ezúttal a vendégek két meghatározó kosarasukat, Banai Attilát és Tóth Mátét nélkülözve vágtak neki a zalai túrának. A fizikális fölényben lévő házigazdák jól kezdték a találkozót, szigorúan védekeztek és eredményesen támadtak, aminek következtében az első negyed végére 21-15-ös előnyt szereztek. A folytatásban is maradt a korábbi koreográfia, a vendéglátók mindent megtettek a különbség növelése érdekében. A látogatók pedig a hátrányukat próbálták csökkenteni. Mindeközben a bírók sípja több olyan esetben is néma maradt, amikor egyértelmű volt a Ricsilla Sport játékosainak szabálytalansága. Ráadásul trénerük a játékvezetők minden ítéletét élesen kritizálta, ám az érintettek emiatt egyszer sem adtak technikai hibát a hazaiaknak. Az elszabaduló indulatok közepette a nagyszünetre a zalaegerszegiek 50-39-es vezetésével vonultak a riválisok. A térfélcserét követően is az történt a pályán, amit a rutinos hazaiak akartak. Míg ők a harmadik etapban 27 pontot dobtak, addig a dombovárjak csak 17-et. A mérkőzés záró felvonásában a korábban említett zavaró körülményeket kiiktató vendégek partiban voltak ellenfeleikkel, így a különbség ekkorra már nem változott. Az összecsapást a Ricsilla Sport együttese végül 95-74 arányban nyerte meg.